Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő ZRT, a társadalmi szerepvállalás elkötelezettje. Üdvözlöm Önöket, Tamás Anita vagyok. Felnevelni valaki másnak a gyermekét és sajátunként szeretni nem mindenkinek megy. Ám vannak olyanok, akiknek ez minden vágya, mert nem adatott meg, hogy vérszerinti gyermekük legyen. Janka és Csaba is ezen párok közé tartoznak. Bónyané Szebegyinszki Janka mindig is sok gyereket szeretett volna. Tudta, hogy édesanyának született. 9 évvel ezelőtt meg is ismerte szerelmét, Csabát, akivel ez a vágya teljesülhetett. Bár az első találkozásnál egyikük se tudta elképzelni, hogy végül egymással fognak megházasodni. Már az elején kijelentettük egymásnak, hogy hát köztünk sose lesz semmi. Úgyhogy így indult. De hát aztán barátság lett, és egy idő után szerelem lett belőle. Mindketten 2-3 gyermeket szerettek volna. Sajátjukon kívül pedig még örökbefogadást is terveztek. Meg se fordult a fejükben, hogy esetleg nem lehet vérszerinti gyerekük. Csak hogy az évek teltek. 5 év próbálkozás után se jött a baba. Nálam is vannak nehezítő tényezők, Jankámnál is. Nálam talán kicsit súlyosabb, de nem emlékszem. Arra emlékszem, hogy a gyógyszereket, amiket kaptam, azoktól elég rosszul lettem. A párok ilyenkor egyfajta gyász folyamaton mennek keresztül, és kell is, hogy keresztül menjenek. Ugyanis, ha örökbefogadáson gondolkodnak, előbb le kell zárniuk, és el kell engedniük a fájdalmukat. Azt, hogy vérszerinti gyerekük már nem lehet. Csabáéknál ugyan még van egy kis remény, hogy egyszer még összejöhet egy saját baba. De azzal is számolniuk kellett, hogy lehet, ez sosem fog bekövetkezni. Hát nehéz volt. Természetesen nehéz volt. Szerintem én hamarabb túléptem ezen, mint Janka. Azért, mert nem adtam föl. Tehát azt gondolom, hogy vannak nehezítő tényezők. De, és az orvosok szerint kicsi az esélye. Van esély, csak kevés. Örökbe fogadni valaki másnak a gyerekét, felnevelni, és sajátunként szeretni nem mindenkinek megy. Jankáék viszont már régóta gondolkodtak örökbefogadáson, így el is indították az ehhez szükséges ügyintézést. Először a TEGYESZ-hez, vagyis a Területi Gyermekvédelmi Szakszolgálatnál kellett jelentkezni. Pszichológiai tanfolyam, jövedelemigazolás, orvosi igazolás, és még számtalan papírmunka és teszt várt rájuk. Emellett felvették a kapcsolatot a baptista szeretetszolgálattal is, akik, mint közvetítők segítik az örökbefogadás menetét, az életet adó anyukák és a párok között. Illés Zita, a segélyszervezet egyik asszisztense szerint sok lépcsőfok vezet a célig.
Ezért türelmesnek kell lenniük a pároknak. Nem csak olyan házas párok jelentkeznek örökbefogadásra, vagy egyedülállók, akiknek nem lehet vérszerinti gyereke, hanem olyanok is, akiknek már van, és szeretnének vérszerinti gyereket örökbefogadni. Azért évesen több mint 600-an elvégzik, 600 házas pár elvégzi, és ez lehet, hogy nem is egy teljes statisztika. A szeretett szolgálat azoknak segít, akik már rendelkeznek a jogerős határozattal, miszerint örökbefogadók lehetnek. Csak a szervezetnél 125-en várnak jelenleg is babára. Az elmúlt másfél évben pedig 20 újszülöttet adtak örökbe. Janka és Csaba megfeleltek a kritériumoknak. Átmentek minden teszten és vizsgálaton. Így felkerültek arra a bizonyos várólistára. Megkaptuk az engedélyt, és felkerültünk a listára, és megdöbbenve tapasztaltuk, mikor ugye az engedélyt megkaptuk, hogy az 5266-os sorszámúak vagyunk, tehát nagyon-nagyon... Tehát úgy realizálódott bennünk, hogy hát akkor nem holnap után fogunk valószínű gyermeket örökbefogadni, hanem valószínűleg ezek évek. Ők lettek az 5266-ok a listán, akik babára várnak. Ezt a várakozást a 9 hónapig tartó terhességhez hasonlították, csak az ő esetükben ezt 3-4 évet is jelenthetett. Azóta ebből már letelt 2 év. Janka érzései hullámoztak. Egyszer bizakodó volt, és szinte már elképzelte a közös játékot gyermekével, hogy majd együtt sétálnak kézen fogva, együtt csúszdáznak, és mászókáznak a játszótéren. De volt, mikor egyre távolibbnak érezte az egészet. Mert voltak olyan időszakok, amikor azt mondtam, hogy na jó, hát most, ha nem telefonáltak, akkor lehet, hogy úgyse fognak. És volt olyan, amikor azt mondtam, na jó, van, most akkor nem gondolkozok ezen, hanem tényleg élem a mindennapjaimat, és majd, majd egyszer csak csörög a telefon, ha itt az ideje. A baptista szeretett szolgálatnál a nyílt örökbefogadás szakmai vezetője Szenci Katalin segített Jankáéknak. Ő volt a kapcsolattartójuk és a közvetítő. Az ő telefonhívására vártak, hogy végre értesítse őket, született egy baba, aki talán az övék lehet. Katalin teljesen átérzi ilyenkor a várakozás minden izgalmát és keserűségét is, hisz ő is érintett szülő. Nekem 3 örökbefogadott gyermekem van, és azon kívül van még egy vérszerinti is, és egy befogadott. A befogadottra csak azért nem tudtuk örökbefogadni, mert ő Erdélyből jött át, tehát nem tudtuk ott a papírokat intézni. 5 évig élt körülbelül családba, és utána férhez ment. De ő is ugyanolyan családtag, tehát összesen 5 gyermekünk van, és mindenki egyformán van kezelve. 20 éves örökbefogadott fia, Áron sosem érezte, hogy más lenne a testvéreinél. Tudja, hogy mivel már nagykorú, felkereshetné a vérszerinti szüleit, de egyelőre még nem gondolt erre. Édesanyjától minden szeretetet megkapott, és erős kapocs alakult ki köztük. Áron csak annyit tud a vérszerinti szüleiről, hogy édesapja magasságát örökölte. Nincs irántuk rossz érzése, sőt, hálás, amiért így alakult a sorsa. Nem utálom őket, egyáltalán nem, nincs bennem harag, sem semmilyen keserűség irántuk, hogy örökbe adtak, vagy valami. Mert hát végül is nekem jobb, hogy örökbe adtak, mert most egy szerető családban növekedhettem fel, és sokkal jobb a helyzetem, mint gondolom, ami lehetett volna. Most kanyarodjunk vissza Jankáékhoz. Úgy döntöttek, nem görcsölnek tovább. 2 év már eltelt. Majd úgy is hívják őket, ha majd eljön az idő. Addig pedig egymásra koncentrálnak. Ezzel próbálták vigasztalni egymást. Amint ezt elhatározták, rá 3 hónappal később egy nap csörgött a telefon.
a vonal másik végén Katalin próbálta elérni őket. Janka épp dolgozott, ezért Csaba vette fel a telefont. Mikor megtudta, miért keresi őket, sokkot kapott. Mondanám, hogy én beszéltem vele, de az nem igazán volt beszéd, ami belőlem kijött. Én csak húzni tudtam, hogy Kati kérdezte, hogy még így is szeretnétek? Én mondom, várj Kati, egy kicsit hadd vegyek levegőt, mert hogy igen, kellett egy idő, mire gondolataimat össze tudtam szedni. Hát ez egy hónap különbség volt. Hát igen, ez egy örök élmény lesz, igen. Katalin a telefonban elmondta, hogy vidéken van egy kismama, aki krízis helyzetbe került. Olyan körülmények között él, amiben nem tudna gondoskodni a gyermekéről, és mindent megadni neki, amire szüksége van. De mégis azt szeretné, ha jó kezekbe és egy szerető családhoz kerülne. Ezért úgy döntött, örökbe adja gyermekét. Ez a baba pedig lehet, hogy Janka és Csaba gyermeke lehet. Soha nem beszélünk negatívan a vérszerinti szülőről, mindig szeretettel, és mindig elmondom nekik azt, hogy az életet tőlük kapták. Tehát igazából így kell rájuk gondolni. Nehéz helyzetben voltak, igazából ez is igaz is általában, mert minden örökbe adó anyuka krízis helyzetben van. Tehát nem azért adja a gyereket örökbe, mert neki olyan kedve van általában, hanem mert nem tudja megtartani, és ezt fölméri. A baba születését februárra várták, de aztán egy újabb telefonhívás lepte meg a párt. Ismét Katalin hívta fel őket január 5-én egy hétfői napon, hogy mégsem kell februárig várniuk. A kisbaba ugyanis megszületett, és kislány lett. Csaba hívott engem, hogy hát megszületett. És onnantól kezdve nagyon gyorsan teltek az események, mert mondhatni, mi akkor úgy tudtuk, hogy csütörtökön már valószínűleg kiengednék a kórházból, tehát van 3 napunk, hogy minden iratot, minden papírt összeszedjünk az ország különböző pontjairól, és ugyanakkor berendezzük gyorsan ugye a babaszobát, hiszen ez feltétele annak, hogy örökbe fogadhassunk, és még nem volt semmi. Az események felgyorsultak. A párnak mindössze 5 napja volt arra, hogy minden iratot, babaágyat és előírt dokumentumot beszerezzenek, különben nem vihetik haza a babát. Közel 30-an családtagok és barátok fogtak össze és szerezték be a babaágyat, takarították ki a lakást és otthon segítettek, amíg Jankáik a papírügyeket intézték. Egyik hivatalból rohantak át a másikba. Nagyon akarom ezt a babát, és nagyon szeretem ezt a babát, és menjünk, csináljuk. Tehát, hogy én majd egy hét múlva leszek olyan, mint most Janka, ennek a kislának, a Rebekának az édesanyja, hogy majd így megijedek, és egy kicsit pánikolni kezdek, de most munka van. Az 5 nap alatt rengeteget utaztak vidékről Pestre és fordítva. Alig aludtak valamit, de nem számított semmi. Csak a babára tudtak koncentrálni. Főleg most, hogy már bemehettek a kórházba is. Láthatták, és kezükben tarthatták kislányukat, akit már el is neveztek Rebekának. Ránéztem, és amikor a szemembe nézett, akkor került az íre pont, hogy igen, ő a mi családunk tagja. Csodálatos volt tényleg. Az, hogy igen, van egy kislány, egy teremtés, aki... aki csak szeretetre vágyik, és most kezd el bennem az megfogalmazom, hogy mekkora felelősség ez vigyázni rá, és szeretni. Péntek. Ez az utolsó nap, a határidő, hogy minden papírt beszerezzenek.
Délután 1 óra volt, és még mindig nem tudták, hogy aznap hazavihetik-e Rebekát. Már csak egyetlen papír, a kihelyező határozat kellett. Nem telt el 20 perc, és Janka és Csaba már mosolyogva jöttek ki az épületből. Nyilatkozat, úgyhogy ez a kórházba, és akkor, ha az orvos is engedi, akkor haza lehet menni. Úgyhogy örülünk. Irány a kórház. Már csak a főorvoson múlt, hogy hazavihetik-e a babát, vagy sem. Janka már bent volt a babával, és az orvossal beszélgetett. Addig pedig Csaba mindent összekészített a hazaútra, és megírta a köszönő leveleket. A babával készült első fotót képeslap formájában ajándékozta mindazoknak, akik lehetővé tették, hogy gyermekük lehessen. A családtagok, a gyámhivatal ügyintézői, a kórházigazgató, valamint a baptista szeretetszolgálat és Szenci Katalin. Van lányunk! Csaba egy üres baba hordozóval ment be a kórházba, ahol Janka már a babával volt. Mivel be csak az örökbefogadó pár mehetett, ezért még stábunk se tudta, hogy mikor kilépnek, vajon üres lesz-e még a baba hordozó, vagy már Rebekát hozzák ki benne. Hosszú percek teltek el, és már besötétedett. Aztán 1/2 órával később kiléptek a kórházból. A hosszú, fárasztó és izgalmas 5 nap után most már indulhatnak haza. Méghozzá egy kis babával. Saját lányukkal, Rebekával. Hát most nagyon-nagyon jó. Végre itt az autóban, és végre megyünk haza. Ez a hét lezárult, úgy érzem. És jöhet az élet. Másnap kipihenve a család már egy új napot és egy új életet kezdett. A kiságy már nem csak egy üres kiságy többé, hanem valakié. Egy pici kislányé, aki nagyon hosszú utat tett meg, és akit már nagyon vártak. Én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon jó helyre került. Tehát ebből a bizonytalan háttérből ez a kisgyermek, ugye eleve nem vártak ezek a gyerekek, tehát már úgy születnek meg, hogy elutasítottság van bennük, mert ugye sem az anyuka, sem a környezetük nem várja őket. Átkerül egy másik családba, ahol viszont már évek óta várnak egy babára, és gyakorlatilag ez így rögtön kiegyensúlyozódik, hogy nem vártak ugyan, de mégis a másik családba, ahova befogadtak, ott pedig nagyon vártak. A babát még minimum 1 évig után követik, azaz figyelemmel kísérik Rebeka sorsát. Ez az utolsó, kötelező fázisa az örökbefogadásnak. De ez egy cseppet sem zavarja Jankáékat. Nincs félnivalójuk, hisz mindent megadnak lányuknak, és sajátjukként szeretik. Rebeka már az ő kislányuk. Ez a szoba, ez most így, bár mi is itt alszunk, ez most Rebeka szobája. A konyha lett a mi szobánk. Tehát ott bevittünk egy ágyat, bevittem a tévémet, tehát, hogy de a tévé az most nem működik, tehát hozzá kell tenni, de ott van, tehát az a mi világunk, és olyan, mintha 2 különböző világ lenne. Tehát van egy helyiség, ahol vagyunk mi a felnőttek, a jó és rossz tudói, meg van ez a szoba, van egy kisbaba, ahol ha belépsz, akkor hagyd fel minden düvel, haraggal, méreggel mindent felejts el, mert ez a kisbaba, ez számít rád. Csaba és Janka már eldöntötték, hogy mikor és hogy fogják közölni lányukkal, hogy örökbe fogadták. Nem akarnak sem hazudni, sem pedig titkolózni. Igen, ezt így meg is beszéltük, hogy már most elkezdjük. Amikor pelenkáztatjuk, amikor etetjük, akkor mondjuk folyamatosan, hogy mi akartunk, mi szeretünk, és nagyon tetszik ez a szó, hogy a szívünkből születtél.
tehát a szívünkben hordtuk őt, ugye nem a pocakomban, de a szívemben, és hogy örökbe fogadott, ezt a szót is szeretnénk ugye pozitív tartalommal megtölteni. Amint Csaba és Janka keresztül ment, azt még legalább 125-en szeretnék átélni. Ennyien várnak még babára, és csak a baptista szeretett szolgálatnál. Ezen kívül még számos szervezet létezik, ami a közvetítésben segít, és ahol még több száz regisztrált pár várja azt a bizonyos telefonhívást, hogy megszületett egy kisbaba, aki lehet, csak rájuk vár. A gyermekétkeztetési alapítvány célja, hogy élelmiszert biztosítson a rászoruló gyermekeknek. Az alapítvány munkatársai nemrég elindították a tehetséges és éhes programjukat, ahová tehetséges, de rászoruló gyermekek pályázatait várták. Iza és Alex, amióta csak az eszüket tudják, zongoráznak, néptáncolnak és citeráznak, már ha van otthon áram. Ők is elindultak a pályázaton, és igencsak meglepődtek, amikor kiderült, hogy őket választották. Iza és Alex történetével a jövő héten ismerkedhetnek meg. Addig is kövessenek minket a Facebookon, korábbi adásainkat pedig megtekinthetik a www.hidemberek.hu oldalon. Köszönöm a figyelmüket, viszontlátásra! Ez a műsor nem jöhetett volna létre, ha nincs az A Híd Építő Zrt. A társadalmi szerepvállalás elkötelezettje.